Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Ferencvárosi Művelődési Központ nevében. Vince Angéla a Magyar Festészet Napja alkalmából megrendezésre kerülő Rejtély címet viselő kiállítása megnyitóján. Aki járt már nálunk kiállítás megnyitón, az tudhatja, hogy én nem szoktam hosszan beszélni, és most se tervezek. Egyetlen egy rövid gondolatot azonban szeretnék most megosztani mindenkivel. A teremben lévők nagy része valószínűleg tudja, hogy a Magyar Festészet Napja civil kezdeményezésként jött létre 2002-ben, és az évek alatt nőtte ki magát azzal a több mint egy hetes rendezvénysorozattá, amit ma ismerünk. Egy kis sikertörténet és Angéla képei hatására már két napja egy Tolkienhez köthető rövid idézet kering a fejemben, amit különösen a közelmúlt eseményei fényében fontosnak tartok megosztani. Egyetlen mondatról van szó, ami így szól: más erők is munkálkodnak ám ezen a világon a gonoszon kívül. Amikor azt érezzük, hogy egyre jobban elszakadunk igazi önmagunktól, embertársainktól, a világtól, aminek a részei vagyunk, akkor vigasztaló lehet ez az egyszerű gondolat, hogy más erők is munkálkodnak ám ezen a világon a gonoszon kívül. Babics így fogalmaz: én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot. A festészet egy ilyen más erő, amely lehetőséget ad a találkozásra, a kapcsolódásra, az együtt létezésre, az együtt érzésre, ami kinyitja újra elénk a világot. Akik ismerik Angélát, vagy ma megnézik a képeit, tapasztalják, hogy ő is egy olyan erő a mi világunkban, akinek a munkálkodására nagy szükségünk van. Hiszem, hogy az FMK és intézménye is kiveszi a részüket ebből a bizonyos munkálkodásból. Mindig örülünk és köszönjük, ha ebben szövetségesekre lelünk. A mai kiállítást mindjárt megnyitja a Magyar József festőművész, azon belőlütte hallgassuk meg Hacsatúrján Kartánc című művét Donyesz István előadásában. Jó szórakozást kívánok! És most akkor felkérem Magyar József festőművész, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm.
Kedves közönség, Vince Angélát évtizedek óta ismerem, régebben több művész telepen is találkoztunk. Személyesen mégis az utóbbi két évben a Nagy Zerindi és a Békés Sámsoni művész telepen láthattam azt az alkotó folyamatot, hogy a művei születnek. Kiváló anyagérzékkel építi képeit, amelyek gyakran kilépnek a képiségből. Szisztematikusan összekapcsolja a tér és a sík, valamint a forma elemeit. Tudatosan épít a kompozíciójában a formák sűrítésére, a nyugodt felületek adta kontrasztukra. A kortárs művészet jellemzője a különböző anyagokkal történő kísérletezés. Ez az őszinte, könnyed, kísérletező kedv jellemzi Vince Angéla művészetét. A repesztéses festői eljárások különféle kollázsanyagok alkalmazása a művésznő alkotó folyamatának része. A felhasznált anyagok elsősorban az akril, plextolos porfesték, pasztel. Az anyagokat hol ecsettel, hol festőkéssel, vagy akár puszta kézzel viszi fel a felületre. Amiről eddig beszéltem, csupa technikai szakmai probléma. Valamilyen szintig megtanulható. Biztos sémákat lehet kialakítani a kompozíciókra, a színhasználatra, az ecsetkezelésre. A kiállított képeken láthatóan ennél sokkal többről van szó. Amitől ezek a művek képpé váltak, ahhoz az kell, hogy az alkotó személyisége, gondolatisága, élményvilága, lelkülete, ami mint egy személyes szűrő működik az alkodás során, Vince Angéla ragyogó személyisége, nőiessége, lelkülete, az, amitől a szikár térforma szín kapcsolata élményé művé válik a szemünk előtt. Ezek a művek összhangban vannak az alkotójukkal. Elmélyült önkifejezést láthatunk a repedezett agyagos földtől a csillagokig. Alkotásaiban azt keresi, hogyan tudunk a végtelen világmindenség részévé válva boldogulni. A művésznőnél egyedi módon jelentkezik a befelé fordulás, az önmagunk keresése és a közösségek a világmindenség felé történő kitárulkozás. Ha napjaink művészetére stilális jelzőt keresünk, akkor valahol az eklektikus és egyéni jelzőkre gondolhatunk, ami itt is megfigyelhető. És szeretném, hogy Angéla feljönné, de hát... Valami zavart, hát ez. Vince Angéla festőművész önazonos személyiség. Egy spirituális utat bejárva, harmóniában van önmagával. Nem erőltet magára hamis szerepet. Kiáll az általa képviselt gondolkodásmódért, értékekért. 2002-től a kezdetektől részt vesz a Magyar Festészet Napja szervezésében, így a női vonal a Moroe örökségünk kiállításának ötletgazdája, kurátora. A Moroe vezetős, a Magyar Rajznák Országos Szövetség vezetőségének tagja. Közéleti személyiség. A Mester Galériában a 21. Magyar Festészet Napja alkalmával megrendezett szinoníma kiállítás kurátora, háziasszonyom. Eszenciálisan itt figyelhető meg, hogyan szemléli a világot Angéla. Együtt van a művész, a pedagógus, a minden akadályt legyőző szervező. A kiállításon neves művészek parafrázist készítettek gyermekmunkákra. Ez egy újszerű megközelítés, általában fordítva szokott lenni. Összekapcsolta a magas művészetet a gyermekek alkotásaival. Összekötött nemzedékeket egy közös gondolat mentén. A kiállításnak óriási sikere van. Vince Angéla festőművész itt látható alkotásai személyesen és személyünknek szólnak. Magába hordozzák a kérdéseket és a válaszokat, amit sokszor önmagunknak is felteszünk. És néhány képet szeretnék kiemelni a kiállításból. A rejtély az a nagyméretű kép a bejáratnál. A rejtély a kiállításnak a címe, és indokolt ez a címadás, amit egy képcímről emelt ki az alkotó. A rejtély című kép felületén hullámzó végtelen energia szabadul el, izzó tengerként söpör végig. Ahol lecsendesedik, egy átjáró jelenik meg. Úgy érezzük, hogy ez a hullámver is jó indulatú. Ez a hullámzás nem a tenger robaja, vad, viharos és veszélyes terület, hanem jótékonyan körülölel bennünket. Jó megmártózni benne. Energiát ad.
A vöröses narancs felületre finom komplementer zöld válasz érkezik a kép felső részén. A megjelenő átlós irányú sötéte foltoknak fontos kompozíciós összetartó szerepe van. Az időkerék az itt rögtön a sajtóval szembe található. Az időkerék című képet rokonítám a rejtély című művel, itt is megjelenik az energia. A spirituális időmalmok darálják napjainkat, nem biztos, hogy beszállnék ebbe a forgásba, de kénytelen vagyok, mert ezek a szabályok. Lehet, hogy az egyik bolygót, vagy sejtet, vagy dobozt, vagy életutat választhatom, de utána nincs megállás. Formanyag olyan, mint egy aszték naptárkő. Ez a mű tárgyilagos megközelítése az időnek, amennyiben lehetséges ilyen ábrázolás. A vegyes technikával készült képen egyes formák térbe fordulnak, és utána újra merülnek a kép síkjába. Elmerülnek vagy kiemelkednek, mint az emlékeink. A geometrizáló felületek összekapcsolódnak és válaszolnak egymásnak. A lila, sárga, kék, narancs komplementer kontrasztokon keresztül. Az évszakok a folyosó közepén található egy kisebb méretű kép. Az évszakok című alkotás az időkerékkel rokonítható. Az idő problémáját járja körül. A csigavonal, a spirál, a lélek szimbóluma. A lélek evolúciója is. Ilyen spirális vonalba körbe mozog, ugyanakkor ciklusonként mindig egy szinten feljebb lép. Minden kultúrában megtaláljuk a nyomait. Jelenti a kozmikus energiát, a mindenható őserőt, az isteni fényt. Mindenki egy spirituális utat jár be vele. Vincent ebben az alkotásában többet bíz a véletlenszerűségre, a spontán létrejött formákat gondolja tovább. A térbe forduló textúrák gördülnek végig az éteri háttér előtt. Sugallhatják a nézők számára a mindennapok és évek küzdelmeit. Azt üzeni nekünk, hogy csak a változás állandó. Az előbb elemzett képek absztrakt vonulatához tartozik a Határon túl című alkotások geometrikus formákkal súlypontozott művei. Vince Angéla perui utazására utaló rendkívül cizellált csipkeszerű inka ösvények. A rejtélyes titkos utakat láttatja velünk, azt, amit csak az űrből figyelhető meg, és a földre hajolva a helyszínen a lelkünkből érezhetjük igazán. Angéla formakincsei közé tartoznak az épületelemek, a táj, részletek, több művön is felbukkan a gótika elvont szakrális megjelenítése. Az áttetsző légies angyal sorozatot külön elemzést érdemelne. Az elmond, de figurális munkáik közül kiemelném a Vonzások és Választások című művet, amit egy szoborcsoport inspirált. Ez itt van ezen a folyosónak ezen a végén. Az egymásnak hátulülő alakokat spirálok, utak építik föl. A reményt nem adja föl az alkotó, hogy a sokszor elmagányosodott, egymásnak hátat fordító emberek új generációja kezet nyújt egymásnak. A művet a pozitív energia hatja át, és azt üzeni, hogy a lelki megújulásra van esély. A Szator varázskendő textilre készült, itt található. Alapja egy római védelmi mantra, a komplementer kék narancs szín kontrasztra épülő nézetekre osztott feleteken jelennek meg a betűk. Úgynevezett Szator nézet. Oda-vissza olvasható máikus betű kombináció. 25 betűből alkották meg 5x5-ös sorokba. Ha háromszor elmondjuk egymás után a szavakat, nagy bajtól megvéd bennünket. Szator, a repo, tenet, opera, rotasz. Mondatot nagyjából így fordíthatjuk magyarra. A magvető teremtő tartja a műveit működésre, a körforgásokat vagy a mindenséget. A bujjás mindig tudja, hogy mi legyen. A mű közepén kereszt forma kap hangsúlyt. Formavilágában talán az alkotás más, mint a kiállított egy többi kép, de gondolatiságában Vince Angélára nagyon is jellemző. Remélem, hogy mindenki túl van a háromszori olvasáson, és mindannyiunk nevében megköszönöm ezt a nagyszerű kiállítást Vince Angélának, és köszönjük, hogy mi is részesülhettünk a pozitív és végtelen energiáiból.
Most pedig hallgassuk még meg Dinikú márciusi körtánc és a Pacsirista című műveit Donyec István előadásában.
Drága kedves vendégeim, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves alkotótársak! Fantasztikus volt ez a Juska-féle elemzés, nagyon szépen köszönöm neki, és Istvánnak is köszönöm szépen ezt a fantasztikus játékot. De a 9. kerületnek is nagyon nagy köszönet. Én már 1990 óta nagyon hűséges típus vagyok, itt dolgozom a kerületben és élek, és tanítás, kultúra, ahogy Dávid is elmondta, és fantasztikus támogatást és segítséget kaptam, mint tanár is, rengeteg lehetőséget és rengeteg sikert is hoztak a gyerekek, és én a gyerekek sikerein keresztül lettem ismert kortárs festő. És ehhez nagyban hozzájárult a 9. kerület támogatása, és hát főként most, hogy 5 éve a Mester Galéria és Közösségi Tér művészeti vezetője vagyok, tehát hogy ez nekem is nagy boldogság, hogy a fiatal kortárs festőket és a leendő, ugye még kisebbeket, a középiskolásokat és általános iskolásokat is támogathatom kiállítási lehetőséget. Pályázatokkal, díjakkal, hogy tartsuk bennük a lelket. Tehát még egyszer hálás köszönet, és nagyon szépen köszönöm Dávidnak a meghívást, és éljen a 9. kelet, és éljen a magyar festészet, ugyanis Dávidot egy kicsit kihelyesbíteném, még nem egy hetes rendezvény, egy fesztivál egy hónapig tart már, tehát már a női vonal, ami most reklámot csinálunk a női vonalnak, ami október 18-án nyílik 6 órakor a Cikuratban, november 18-áig tart. Tehát még mindig lehet a kortárs festőknek, hogyha kiállítanak, kapcsolódni a honlapunkon a csatlakozó rendezvényeikkel, ami nagy rendezvényünk. És még egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Én tényleg 21 éve csinálom ezt a Magyar Festészet Napját, és akkor még én is fiatalabb voltam, és akkor még, hát már középgenerációs festőművész, de Bráda Tibor nevét mindenképpen meg kell említeni, mert nem hangozhatott volna ma ez el, hogy a Magyar Festészet Napja 21-dik, ha ő nem találta volna ki akkor 21 évvel ezelőtt, és ő akkor, mikor nagyon híresek voltunk a Mester utcai iskola, és a gyerekekkel a Párizsi világkiállításon kiállítottunk, akkor kerültem én a központba itt is. Hát így most már a Magyar Festészet Napja, mint képviselő is köszönhetlek benneteket, és látogassátok a rendezvényeinket, fantasztikus rendezvényeink vannak. A következő most lesz Török Bálinton délután 4 órakor a Max City Centerben az élő magyar festészet, a 3 generáció, és itt osztjuk ki az életműdíjat, az MMA díjat egy középgenerációs festőművésznek, és Matyicska Jenő díjat egy fiatal pályakezdőnek. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várlak benneteket a rendezvényeinkre, és minden információt pontosan megtaláltok a festeszetnapja.hu honlapunkon. És nagyon köszönöm, és nagy megtiszteltetés, hogy eljöttetek a kiállításon megnyitójára, és most Isten éltessen benneteket is, és együnk, igyunk, kocsincsunk egymás egészségére. Köszönöm, hogy eljöttetek.